Nevesítsen a múlt hét előtte magát főbe Hunter S. Thompson. Én Hunter S. Thompson nem ismerem, csak a filmből, a Félelem és reszketés Las Vegasban-ból. Én úgy érzem, hogy nagyon sok minden megváltozott, és nagyon sok minden megváltoztat az ő halála. Jelesül konkrétan azt az önfelett boldog hippi elképzelést, vagy illúziót, amit tápláltunk ezzel a dologgal kapcsolatban, és hogy ez egy életen keresztül vihető és folytatható. Tehát ő volt az a hippi, miután véget ért a hippi mozgalom, ezt nem vette tudomásul, elvonult, és kirekesztette a megváltozott világot, azt a bizonyos 70-es éveket. Ne nevezzük őt hippinek semmilyen módon, hisz ő volt az amerikai fegyverszövetségnek az egyik oszlopos tagja, tehát azért a hippiségtől egy kicsit távol állt. Ha megpróbálnánk megfogalmazni, hogy mit is jelent ez a gonzó újságírás, vagy mi az a gonzó újságírás, akkor az arról szól, hogy az ember a fix dolgokat, tehát az objektív igazságot vegyíti szubjektív benyomásokkal, időnként pszichedelikus szerek, vagy bármilyen szerek hatása alatt. Ha beszívva írsz, akkor mindenképpen józanul szerkesz, de ha véletlenül józanul írtál volna, akkor mindenképpen beállva kell szerkeszteni, igen. Ez volt az ő alapgondolata, igen. Hogyha öngyilkos leszel, az nem pusztán csak arról szól, hogy egyszer vége van az életednek, hanem hogy csúnya vége van. Tehát, hogy te magad teljesíted be ezt. Én azt hallottam, hogy csak a halhatatlanok lesznek öngyilkosok, és pont ezért, mert felismerik, hogy egyébként sose halnának meg. Az amerikai újságírás az mindenképpen előre haladottabb ilyen szempontból, vagy tisztább. Robin, ott minden nagyobb. Igen. Az is igaz. Igen. Gyerem, hogy jó, persze. Több idejük is volt rá. Nem, jól van. De gyerekek, már benne is vagyunk a tévében. Hát te. Ráteszed a kezedet. Érzed, hogy ti-ti-ti-tá-tá-tá-ti-ti-ti. Küldetésem, a király körkét kiszabadítsam a Trevelek fogságából. Tudjuk, hogy hazudunk, de azt hiszik, hogy a hazugság az igazság. A kiemelt fontosságú csomópontok ára kerek 100 millió. A bolondnak is megér. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mi vagyunk a gang, mi vagyunk az élet. A mi szánkban nem poshad meg a szó, mert azon nyomban kiköpjük. Úgyhogy akár a fülorrégész mondulőműtétkor kapják fel a nejlonköpenyt, különben az önök testén randol, az internetes játékkredit kereskedelem és az utcanév kereskedelem, a szétvert mávállomások, a Dunába csúszó Gellérthegy és a szubakulcsa vagy szobakutya, összes nyála és vére, akik önökre köpnek. Puzsér Robert, fröcsögő! Kugyél, beteg! Pálinkászics Robert, anyelő! Fáj Miklós, a tévémacisan pökő! Jókuti András, a mérőbugyogó. Bugyogó! És Parakovács Imre, a hamis puca! Akár az Alien vonom be, szeretetem nyálkaburkába Nipkov fiunkat, Jó Tibort, aki tárcsája forgatásával fogja kisorsolni kisfilmecskéink sorrendjét. Tessék! Kiszállok az autóból, itt megállok, igen. És 15 lépés előre és jobbra 2. Jó, oké, köszi, szia! Igaza volt a barátomnak, tényleg lehet hallani. 1956 után itt voltak azok a kazamaták, amelyekben az elfogott forradalmárokat bebörtönözték. Ráteszed a kezedet, érzed, hogy ti-ti-ti-tá-tá-tá-ti-ti-ti. Mentsétek meg lelkeinket, még mindig. Elhaló hangon lehet hallani, hogy kopácsolnak odalent a mélyben. Azt mondja a barátom, hogy a 4-es metró nem azért nem épült fel, mert Dembszky Gábor vagy Orbán Viktor, pont nem. Amiatt nem épült fel, mert ha megnézik ezt az útvonalat, tehát hol megy a 4-es metró? Itt megy keresztül. Azt nem akarják, hogy kiderüljön, hogy itt vannak ezek a föld alatti börtönök. Általában 30 méter mélyen vannak. 1956. november 4-e óta vannak itt emberek, akiket ezek tartanak súlyos láncban. Menjünk tovább. Elmondom a többit. A barátom mondta,
Azt mondja egy barátom, aki egy újságnál dolgozik, hogy múlt héten Gábor utasítására vettek ki a lapjából egy cikket, tudnélik, megjelent a japánok kutatása arról, hogy a Gellért-hegy bele fog borulni a Dunába, itt a kefele vonata a cikknek. Menjünk, nézzük meg! A japán tudósok, akik itt voltak a fővárosban, itt végezték el azokat a szeizmográfiai, morfológiai, geográfiai kutatásokat. Ha megnézzük, itt van ez a szikla, ami hát korántsem derékszögű már, tehát a borulás már megkezdődött. Ingatlan Panamáról van szó, teljesen egyértelmű, tehát az elkövetkezendő 3 hónapban fel lehet vásárolni még az összes telket, az önkormányzat meg tudja venni, hogy ne kelljen akkora kártérítést fizetnie, mint amekkorát kellene egyébként, ha nem sikerülne megakadályozni, hogy beleboruljon a Gellért egy a Dunába, de mindegy, a japánok azt mondják, hogy megállíthatatlan. Vannak kísérletek arra, hogy megállítsák ezt, de hát ez a Gellért-hegy, ez a japán tudósok szerint egy geometriai csimborasszó ahhoz képest, hogy micsoda, például a pízai feldetora. Ez volt a cikkben. Ezek most pletykák, rémhírek, vagy micsodák, Robi? Városi legendák. Hát ezek a klasszikusan városi legendák, és arra próbáltunk rájönni, hogy mennyire, tehát a Gellért-hegyes történet az régi, az 20 évvel ezelőtti. Mint ahogy a köztársaságtéri kazamaták kérdése is egy ilyen nagyon régi történet, tehát a 90-es évek elején az egyik újságíró az ki akarta ásni a kazamatákat, tehát ő annyira meg volt róla győződve. Ez a legenda lényege nyilván, hogy olyan, mintha akár igaz. Na jó, de nem lehet, hogy úgy születnek akkor ezek a legendák, hogy van valamiféle alapjuk, és lesz belőle egy über nagy baromság, és úgy terjed. Nem. Ezért élnek túl ezek a legendák, mert te azt gondolod. Ez pont olyan, mint, hogy csak háromféle undó volt a gíroszban, de most már hétről beszélünk. Na jó, de most figyeljünk, tehát én most megkérem egyik RGB leányunkat, hogy ismertesse velünk a városi legenda definícióját, és aztán mondjon el néhány olyan kérdést, amelyet az EU polgárai föltettek az egyik EU-s honlapon. A városi legenda az a történet, amelyet valamely formájában már sokan hallottak, de senki nem emlékszik arra, kivel, hol és mikor történt meg. A baráti körben, fodrásznál, kocsmában, tehát bárhol szájról szájra terjedő sztorik közös jellemzője, hogy mindig egy ismerős ismerősének ismerőse a főszereplő, ám a név és a forrás sohasem kerül elő. Az elmúlt néhány hónapban az EU polgárok az alábbi városi legendák cáfolatát vagy megerősítését keresték az interneten. Igaz-e, hogy új vibrátorokat csak a régi visszaszolgáltatása után lehet venni? Hogy az EU férfi képviselői havonta 6 viagrát igényelhetnek? Hogy az iskolai rendezvényekre vitt házi süteményeken kötelező feldüntetni az összetevőket? A dolog lényege az a város legendákban, hogy bizonyos vágyak projektálódnak a városi legendákban. Tehát mindenki ismeri azt a történetet, amikor az öreg ember egy fiatal lányjal egy szállodai szobában együtt marad, a csaj ki van kötve az ágyhoz, az öreg fölmászik a szekrény tetejére, hogy onnan majd leveti magát, úgy ugrik a csajra. Viszont elvéti az ugrást, merésik az ágynak. Összetörő magát, nem tud fölkelni. A csaj meg miután megvan bilincselve, ezért nem tud neki segíteni. Ez például, ez például Olaszországban komoly lapokon végigment ez a történet. Tehát ez a Benvenuto pont azt nézte meg, hogy hogyan és miképp terjednek el városi legendák. Mm-hmm. És ebben annak nagyon fontos eleme az, hogy az ember azt szeretné, hogy ilyesmik megtörténjenek. Már hogy nem melyik szereplő akarok én mondjuk lenni ebben a történetben? Hát az, aki kiröhögöd azt a szerencsétlent. A kérdés az volt ugye, hogy mi a célja, ugye? Mert ugye hogy mi a célja? Tehát szórakoztatás, bizonytalanságban tartás, kétségbejtés. Nagyon, nagyon jó célja van, tehát pontosan az a célja, hogy azokat, akik verődtek össze ugye egy városba, hiszen nem magunk többnyire nem költözünk, hanem itt születünk, hogy valami közös múltunk van, és vannak ugye azok a városi legendák, amik már 100 évesek, vagy több 100 évesek, a Lánchíd oroszlánya, ugye, aki megölte magát a kőfaragó, amikor azt kiabált a gyerek, hogy nincs nyelv az oroszlánnak. Tehát, tehát egy múltat, vagy mint egy jelent kreálunk abból magunknak, valami közös emlékeink vannak. Ez mindannyian, akik a városban élünk. De ez város? Tehát
lehetne az mondjuk nagyváros? Tehát mondhatjuk ezt? Vagy itt vannak azért méretkérdések. Tehát mondjuk az én falumban Karácsondon kialakulnak-e karácsondi legendák? Hát lehet, hogy a biztos, hogy beszélnek egy fiúról, aki felment a fővárosba azóta a tévé. Aki elindult a fények útján. Kiszögítette a haját, könyvet írt, és időnként hazanált. De például azt a városi legendát ismertek, hogy Dixibe ment egyszer egy kocsába, kért egy pohár bort és kifizette. Dixi maga egy városi legenda? Dixi maga egy legenda. Egy másik értelemben lett városi legenda. Egyébként mérget merünk mi venni arra, hogy nem voltak ilyen katakombák? Tehát, hogy az Andrássy út 60-on kívül máshol nem folytak ilyen kínzások? Tehát biztosak lehetünk ebben? De biztos, hogy folytak. Na, erre utalok, hogy akár lehettek katakombák. A Gellérthegy akár csúszhat. Biztos, hogy azzal az oroszlánnal valami volt, nem volt nyelve, biztos volt valami sztori. De van nyelve. Hát észrevették, hogy van nyelve. Nem látszik. Nem látszik a nyelve. Nem látszik. Hát biztos mája is van. Van egy ilyen pontosztalapért, hogy meggyőződjél el. Nem, mája nincs. De hogy ne lenne tüdeje? Ott van a nyelve a szájában, hát bele kell nézni. Hogy ne látszana? De Imre, te fölmásztál meg, nézd el? Fölmászni hozzá, van nyelve. Visszaélsz azzal a helyzettel, hogy itt műsor közben nem tudunk oda menni és megmutatni. Olyan jó lenne Imre. Van egy ilyen toplista egyébként, városi toplista, budapesti mondjuk? Gyűjtik. Tehát vannak olyan portálok, ahol ezeket gyűjtik, sőt van egy urbanlegends.freeblog.hu weboldal, ahol például az is kiderül, hogy a Mr. Gorski történet, amit mindenki kézen fekül. Mi a Mr. Gorski történet? Mr. Gorski az, hogy Armstrong a Holdra érkezik, és azt mondja, miközben a Holdra lép. Hajrá, Mrs. Gorski. Mr. Gorski. Mr. Gorski. Hajrá, Mr. Gorski. Tehát a történet, amit minden formon megjárta már az irodalmat, a filmviszletet, mindenhol szerepelt, Mr. Gorski sok sikert kíván Armstrong, miközben a Holdra lép. Ugye a történet az úgy néz ki, hogy amikor Armstrong kisgyerek volt, akkor a szomszéd kertben a szomszéd próbálta orális szexre kényszeríteni a feleségét. Jó, érdekes volt. Gondoltam, hogy meséled el, de jó. Én a szoptás verziót ismertem. Én a kényszeríteni igényt egy kicsit azért elidőznék. Te kérte? Megpróbálta rávenni. Orális szexre próbálta rávenni a kedves feleségét a szomszéd, és a szomszédasszony azt mondta, hogy majd akkor, ha a szomszéd gyerek a Holdra lép. És ez tényleg így. Berögződött. És akkor így. Na, de ez városi legenda. De ez mitől város? Ez nem igaz. Ez globál legenda. Attól, ez szerencsétlen, hogy városban. Nem kötődik egyetlen városhoz se, sőt, ez a Holdhoz kötődik, tehát kifejezetten nem kötődik városhoz. Nem. A Hold az vidék. Egy urbánus életmódhoz. Honnantól, hogy nem a Hold fővárosában szállt. Azt is városi legendának neveznénk. Én viszont azt gondolom, hogy a városi legenda inkább valamiféle modern népművészet, csak most már nem királylányokról, meg szegény legényekről, meg sárkányokról van szó, hanem körúti ondóval szennyezett giroszokról, meg 56-os kazamatákról, és így tovább. Ahelyett, mert ez most az életünk, és most már ez akkor a modern népművészet, a modern népmesegyűjtés. Megkérem Tibort, Nipkofiunkat, hogy ereje megfeszítésével tekerje meg a tárcsát, és lássuk, mit nézünk. Gilberic vagyok, 4. fokozatú fantasy harcos, egyébként meg harcbeszélő. Ennelőrony királyságában kalandozom. Küldetésem, a királykőkét kiszabadítsam a Trevelek fogságából. Vannak segítségek, meg ezektől a faszon online csávoktól is kapok infókat. A legnagyobb para ez a kibaszott karakterem. Tóth László, Csicska Csíra, Proletár. Szóval, eggesztő vagyok a meleghengerműbe, de már a faszom ki van a művezetővel, mert egyfolytában engem szívott. 70 rongyér bennülök reggeltől estig, meleg van, mint az állat, ezek meg azt hiszik, hogy én vagyok a csicskájuk. És megkapom a fizut, venni fogok egy 15 000 kreditet veszek, az kell. Na, lehet, hogy félreteszek majd, veszek majd ez a mágus köntöst, ha fölmegy 130-ra a VM, az a védekezési érték. Ez kell, mert ha megtámadnak, hogy átlépek egy másikra, közben, helyet. Igen. Szóval, ha megtámadnak, most 120 vagyok. Ha fölmegy 130-ra a pajzsom, az annyit jelent, hogy kibírok legalább 10 percet, meg a legnagyobb 10 percben is. Hol a térkép? Nagyon jó. Egészségetekre. Hola. Soy Dolores Carmen de Argentina. Sziasztok, Dolores Carmen vagyok, Buenos Airesben, Argentínában élek. Egy internetes kreditkereskedő cég alkalmazásában állok, ez persze nem törvényes állás.
Kicsi, guztustalan törpe nyomorultakat kell írtanom napi 12 órában, de sokszor 16 órán át is. Ha tudnád, hogy utálom őket, ha egy ilyet kinyírok, azért jár 3 kredit. Na már most, egy átlagos nap kicsinálok belőlük olyan 1000-et, az már 3000 kredit, ezért az interneten $50 lehet kapni, sejtitek, hogy mennyit kapok meg én ebből? Szart se. Egy heti munkáért se kapok ennyit. Csak addig csinálom ezt a szarmelót, míg össze nem gyűlik egy saját gépre. Ha meg lesz, kitermelek egy olyan 200 000 kreditet, abból felfejlesztek egy fasz a karaktert, és azt egy összegbe eladom. Ebbe van a nagy pénz. Robi! Én nem értettem, én csak azt látom, hogy te egy kiváló antiutópia író lennél, és legalább olyan jó regényeket, mint a Parakovács, te is tudnál írni. Talán még jobbakat is. Talán egy nap rátszáfolok. Te az antiutópia az mi? Az antiutópia az valami negatív jövőképet fogalmaz meg, nem. Nem, egy negatív riasztó jövőképet megfogalmaz utópia. Jó. Tehát egy csúnya jövő, egy csúnya véget az emberiségnek. Semmi baj, én bevállalom, hogyha össze-vissza beszélek. Nem, tökre antiutópia, ez egy antiutópia, csak itt van a jelenben. Itt van a pillanatban, majd az RGB infóból meg fogjátok tudni, hogy mennyire itt van, mennyire konkrét, és mennyire meghatározza a jelenünket. Én nem bírom ezt tovább, halljuk az RGB infót. Tömegek termelik ki azt a hatalmas virtuális vagyont, amin az online szerepjátékok gazdasága alapul. A főleg Kínában és Latin-Amerikában éhbérél dolgozó napszámosok kitanulnak egy mesterséget a szerepjátékban, munkaadójuk pedig online értékesíti a megtermelt javakat. Ezt még egyszer ezt a mondatot lehetne, mert ezt nem értem. Főleg Kínában és Latin-Amerikában éhbérél dolgozó napszámosok kitanulnak egy mesterséget a szerepjátékban, munkaadójuk pedig online értékesíti a megtermelt javakat. Ez hülyeség. Órákig várnak egy nagyobb digitális szörny lakhelye közelében, s ha a szörny felbukkan, legyilkolják, kirabolják és pénzét teszik a zsákmányt, vagy kisebb zsákmányért folyamatosan mészárolnak. A Floridában bejegyzett Internet Gaming Entertainment nevű cég összesen 15 szerepjáték pénznemével kereskedik. A cég ügynöke az erre a célra generált karakter formájában felkeresi a vásárlót a virtuális világban, és átadja neki a megrendelt kreditösszeget, a játékos pedig utalja a kreditek ellenértékét a cég számlájára. Egy brit gazdasági hetilap szerint az online szerepjátékokban szereplő tárgyak és pénzkereskedelme évi 100 millió dolláros piacot jelent. Az már egy durva dolog, hogy bizonyos emberek a szabadidejükben személyiséget váltanak. Tehát, hogy ledolgozik egy adott etapot a munkaidejében, ami kötelező. Tehát az egy kötelező érvényű dolog, majd a szabadidejében most már nagyon unja azt a személyiséget, és megváltoztatja. Ennél egy fokkal durvább, hogy azt a pénzt, amit a saját személyiségével bűrizik össze. Nem a munkáját viszi haza, tehát nem arról van szó, hogy ugyanabban a státuszban van otthon, hanem hogy konkrétan megváltoztatja a karakterét. Én szeretem a nézőket. Miért hívod őket bérrabszolgának? Tehát nyilvánvalóan azért csinálják ezt, mert ezzel még mindig jobban keresnek, mint egy rohadt gyárban. Akkor meg mi a baj? Jó, az a lényeg, hogy ők évbérért dolgoznak. Most ne a nevezékeken csúszunk el, nehogy már akkor a király legyen, hogy a szavaimba kelljen belekötni. De nem azért dolgoznak évbérért, mert tehetségtelen és semmi másra nem alkalmasak, mint hogy ezt csinálják? Vagy lehet, hogy azért dolgoznak évbérért, mert nem a világnak arra felére születtek, mint te, Imre. Tehát szóval egyébként valószínűleg akkor is évbérért dolgoznának, hogyha nem ezt csinálnák, ugye? Valószínűleg bármit is csinálnának. Még mielőtt tovább haladnánk, hagyd foglaljam össze, hogy értem-e. Igen? Tehát én úgy értettem, hogy vannak online szerepjátékok, akkor van valaki, aki mondjuk valamilyen specialista lesz az online szerepjátékban, tehát például le tudja győzni a sárkányt, vagy pedig megfelelő fegyvert tud szerezni mondjuk 5 másodperc alatt, miközben ez másnak mondjuk akár egy egész hetébe, vagy két hetébe, vagy egész évébe telne, és ezért ő megveszi, ez tulajdonképpen ez olyan, mintha megvenne egy szoftvert, ugye egy programot, ő megveszi ezt pénzért, igazi pénzért, hogy aztán jobban tudjon teljesíteni a szerepjátékban. Így van, így van, Mandika. Ha mondjuk tőzsdézel, akkor nem ugyanúgy virtuális javakat vásárolsz. Olyan cégeknek részvényeit megveszed, amikhez a cégekhez semmi közöd nincsen. Ugyanúgy megvan valamilyen árfolyam, adod, veszed, kapsz mindenféle információkat, pegykákat, pontosan ugyanarról van szó. Ez a jelenség nem illeszkedik két köznapja. Online szerepjáték az annyira szabad, hogy mivel nem csak te egyedül vagy játékos, hanem van egy csomó más online társad, ővelük együtt alakíthattok teljesen új küldetést.
beszélgetéseket, tehát gyakorlatilag együttesen alakítjátok. Hát az előbb ő dolgozott, de most meg te azt mondtad, hogy van egy csomó másik társad, akik ugyan... Ők mind online játékosok, igen, persze. Igen, csak hogy létező emberek vannak az ezek online játékosok. Ezek mind létező emberek. Tehát azt amikor mondom, azt mondod, hogy mégiscsak egy szociális közeg alakul ki körülötted. Ez valójában egy szociális közeg, de egy olyan szociális közeg, ahol nem te magad, a magad valóságában vagy jelen. És akkor itt mondom, csak ezeket próbáltam behozni már korábban, jó, hogy egy csomó zavaró elem nincsen jelen. Az újatra ráhúzod a bábot, és bábjátékozol. Az, hogy virtuális valóságban élünk, az európai filozófusok számára sem újdonság. Például Immanuel Kant 200 évvel ezelőtt még úgy képzelte el, hogy benne vagyunk egy kalitkában, ami a nyelv, és a kalitka rácsain keresztül látjuk csak a valóságot. Ludwig Wittgenstein viszont úgy képzelte el, hogy a nyelv, azaz a valóság, az élet számunkra egy börtön, és még a börtönnek a kis ablakán át sem láthatjuk a világot igazából. Azt pedig nem tudom, nem is tudhatjuk, hogy világ van-e egyáltalán, vagy valóság-e, és ebben van, a melankolikus állapotban kérem meg Nipkow fiunkat, hogy egy enyhe mozdulattal tekerjen egyet a tárcsán. Gilberik vagyok. Nem jó. Egyik fokozatú fantasy harcos. Ez nem lesz jó, én már most látom. Tekerjünk egy erősebbet, mert ez már volt. Amikor létrehoztátok a szoba kulcsát, akkor azt gondoltatok, hogy jobban alá kell menni a bulvárnak, tehát egy még igénytelenebb, egy még inkább ilyen bélsárban turkáló, hát hogy is mondjam, kvázi fényképek nélküli bulvárlapot akartok létrehozni, vagy volt bármi más cél még ezzel? Tulajdonképpen mi ezt szellemi maszturbációnak, vagy inkább ilyen asztal alatti r***szolásnak gondoljuk, mivel nagyon erős bennünk mindenféle freudi regresszió. Nem merjük az emberek szemébe mondani, amit gondolunk. Tudjuk, hogy hazudunk, de azt hiszik, hogy a hazugság az igazság. Miközben köztudott, hogy ti ugye egyikötök ugye a Fidesz.hu-t szerkeszti, a másikotok pedig a miniszterelnöki hivatal honlapját, hogy az ott keletkező feszültségeket próbáljátok levezetni abba, amikor hát ilyen rossz felbontású és elég elvetemült pornóképeket terjesztetek, és hát a mocskos beszéddel pótoljátok ugye a írásbeliségben megszerzeztető ismeretekben szerzett hiányosságaitokat? Ami engem illet, én leszarom, hogy ezt elolvassák vagy nem olvassák. Van egy ilyen játék, hogy az ember elküldi az írásait, nem érdekel, ki kell. A kimondás az nekem, hogy is mondjam csak. Hát szóval, érted, jó férfiakkal is lefeküdni, meg jó nőkkel is. Mi tulajdonképpen úgy vagyunk egymás között, mint öt-hat óvodás. Érted? Tehát így óvodás játékokat játszunk, óvodás zenére gerjedünk. Csak erről van szó, érted? Ugye nem vállaljátok se az arcotokat, se a neveteket ennek a körlevélnek a készítésekor. Összemosódik ez valamilyen szinten egyébként a magánéletetekkel. Tehát az a típusok vagytok, akik otthon szerető családapák, vagy gondoskodó családanyák, vagy pedig ezt tovább tudjátok vinni, tehát ez a vállaltan ilyen ping-pong életforma azért jelenz az otthoni életetekre is. A bennünk lévő rettegés, ami szinte metafizikai rettegés, attól, hogy kiderül, hogy mennyire 5 forintos nulla arcok vagyunk, ez hajt minket előre ebben a projektben. Becsületünk nem maradt, eljátszottuk, de az az aranyos kis ilyen gyáva, ilyen becsengetős, gyerekes módszer, ez még így működik. Kedves nézőink, új vendégeim vannak, a régiek megunták. Kedves ördög! A filmje úgy láttam, hogy tele volt hazugsággal. Miért? Hát, ez vállalnám az arcomat nekünk, mert érvénytelenítem mondani. Nem volt annyira tele hazugsággal ám. Tehát, hogy én megpróbáltam a valóság irányából közelíteni azt. Nem, hát egyszerűen egy karikatúra volt arról a magáról, az objektumról. Szóval a szubba kulcs egy internetes megmondó mail vagy körlevél. Ami egyébként rendkívül szórakoztató. Igen? Néha borzasztó szórakoztató, és ezért megérdemli azt a rettenetes reklámot, amit most kap a műsorunktól. Másrészt pedig olyan módszerekkel dolgozik, amelyek azért vállalhatatlan közös fokig. Tehát a névtelenség és a pontatlanság, ez a két dolog, ami engem zavar benne. Tehát rendkívül szellemes, amíg aláznak valakit, akár minket, akár mást, amíg ez oké, ez a tényeken, vagy valamilyen mondom, vagy egy vélemény erről az egészről. Ugye a mi műsorunk is megkapta tőlük a
korbácsok. Ami egy és én külön is kaptam korbácsot, amire büszke vagyok, de ez mind rendben van. Tehát ez olyan dolgok miatt kaptuk, ami vállalható, hogy valakinek ez a véleménye, viszont vannak benne pontatlanságok, amik zavarnak engem, amelyek, tehát városi legendák, kikivel kefél című történetek, amelyekre még azért vigyázni kéne, vagy ha az ember tudatosan hazugságot állít, akkor meg adja hozzá az arcát. Kiknek szól ez a megmondó mail? Hányan olvassák? Aki a matula.hu-n feliratkozik a hírlevélre, az kapja. Aha. 500 példányban megy ki körülbelül. Á, most ez sokkal több, sokkal mint 500. Én ezt, és ez én nem ezt úgy... megbízható forrásból tudom, hogy 500 példány. De ez nem abba úgy, ahogy pont vagy. Azok kapják, hát, az akik aztán ezt továbbadják? Az a dolog az, amikor aki ezt a levelet nem küldi vissza, annak az édesanyja elválik az édesapjától. Igen. Ez nem az. De akkor ez tűrhető valójában? Abszolút. Ez egy szép dolog, hogy valakik direkt hazugságokat tesznek. De gondolod, hogy mi azok, tehát most én az vagyok, meg a többiek, ők azok az emberek, akik most rendőrért kiáltunk egy ilyen esetben. Egyetlen nem erről van szó. Abszolút tűrhető. Én úgy gondolom, hogy azért oda lehet így fricskázni, ez belefér nekem, hogy ezeket a szerkesztőket én tehát kis látens nyomoroncoknak tartsam, és ilyen végbélnyílásnak becézzem őket, de ez tök belefér, de hát nem ezek vezető lehet-e vagy nem. Mondjuk vezető internetes orgánumoknál újságírók, bocsán, nagyjából bocsán, ezt mondhatjuk. Miért nem mondják Bandi, meg a nevüket? Bandika. Bandi, az a hülye, aki utoljára marad rajta az állat. Jaj! Most már minden. Jaj, én vagyok ilyen hülye. Ezt akartad közbe szólni? Jó csináltad. Tehát beszéltünk arról, hogy van az újságírásnak egy ilyen speciális esete, amikor a valóság az keveredik az újságíró által gerjesztett képpel, vágyképpel vagy rémképpel. Ezek a fiatal emberek szeretnék időnként megmondani olyan formában is azt, hogy mit gondolnak a világról, ahogy azt egyébként internetes portáloknál nem tehetik. Ha megnézed a nagy internetes portálokat, akkor azért mégiscsak vannak bizonyos szabályai az újságíróknak. Bocs, Robi, tehát ez nem tudatos, vagy ez nem tudatos dezinformáció, hanem ők kettős életének van. Igen. Egy hivatalos életük, és egyébként elmondják, hogy amit megtudtunk, de nem tehetjük föl a... Magyarországon a különböző úgynevezett sztárok menedzsereinek a lobbijátéka folyik a különböző úgynevezett bulvár újságoknál, illetve kereskedelmi médiumok, összejátszása folyik ezekkel a bulvárlapokkal. A sztároknak alá mennek, ahol lehet, sztárolják őket. A bulvárújságírás nem erről szól. Előre, a bulvárújságírás az arról szól, hogy igenis bocskolják őket, igenis hazudoznak róluk. Nem feltétlenül állítom, hogy jó lenne Magyarországon, ha egy ilyen típusú bulvártermék lenne, de nincs. És mivel nincs, ezért megjelenik egy internetes hírlevél, amely pótolja ezt a hiányosságot. Ez a jelenségünk. Emlékeztek, milyen jól megbeszéltük ezt a második adásban? Igen. Erről volt egy szó, de persze nem pótolja, ugye arról van szó, hogy a The Sun azért, mikor Elton Johnra rámásztak, akkor Elton John elment vacsorázni, és ugye körbeülték, akkor erről van igen. Szó. Igen, akkor is jó volt. De ez nem gyávaság, amit ők csinálnak? Akkor most már felteszem ezt a kérdést egy-egyben. Hát nyilvánvalóan lehet fantáziálni, egy izzadó tenyerű nőt még nem látott kis kamaszokról, akik valóban bent, hogy az internet sötétségével patkányként megmújva rémhíreket terjesztenek, de a valóság az ennél sokkal árnyaltabb. Valószínűleg a tenyerük nem izzad, de az összes többi igaz rájuk. Tehát, hogy... Ők úgy gondolják, hogy akkor ők már jól megmondják a magukét, de valójában én ezt szellemi környezetszennyezésnél nem több. Jó, de itt vevők emberek, ezt megrendelik, ezt a hírlevelet sok százan, vagy akár több ezren. Értem. Több ezren. Az az izgalmas. Vendégeim úgy látszik, hogy velem ellentétben a szubakulcsát tulajdonképpen értékelik, vagy valamilyen módon azt mondják, hogy van létjogosultsága ennek. Méghozzá úgy tűnik, hogy az olvasók irányából legitimálják ezt a dolgot, tehát azt gondolják, hogy ha ezt valaki olvassa, akkor tessék. Én nem így gondolom, én úgy gondolom, hogy vannak másfajta minőségi elvárások is. Jó, köszönöm szépen. Most pedig ezután a vita után megkérem Nipkov fiunkat, hogy egy jól irányzott mozdulattal tekerjen egyet a tárcsán, mellé, és sorsoljuk ki a következőt. Szabadidős tevékenység gyanánt leginkább a tüzeskedés volt az, ami érdekelt, és a barátaimmal egy külvárosi telken tüzeket gyújtottunk általában, és ezekbe a tüzekbe dobáltunk üres vagy félig kűrült sprés dobozokat. Emlékszem még arra, hogy miért romboltál gyerekkorodban? Hát szerintem a rombolás ez mindenképpen izgalmas volt. A rombolás az mindenképpen adrenalint szabadított fel.
és ezáltal egy ilyen kellemes érzés is keletkezett az emberben. 9 éves lehettem körülbelül, az unokabátyám, aki jóval idősebb volt, megfogtunk egy galambot egy láda csapdával, és kitalálta, hogy ezt meg kell büntetni, ezt a galambot, mert megette a saját galambjainknak az eledelét. És ezért hozott egy kábelt, egy ilyen elektromos vezetékkábelt, és rákötöttük a lábára a galambnak, és hát bedugtuk a konnektorba. És mihez hasonlítható ez az érzés? Azóta mondjuk felnőtt korban tapasztaltál hasonló érzést? Vagy ez valami egyszeri és megismételhetetlen dolog? Hát szerintem hasonlítható mondjuk a sportolás okozta örömökhöz, vagy a bungee jumpinghoz. Tehát valamilyen eufórikus ilyen felszabadulás élmény? A most a hatásúim két fiú rávettek arra, hogy égessünk szét egy imádkozó sáskát. Különböző típusú rombolásoknál mondjuk mindegyiknél ugyanolyan élmény jelentkezik, vagy például mondjuk ez a tűz, ez az égetés, ez a pirománia. Hát ez ugye, például látványos is. Látványos is, igen. Szabadidő, unalom, izgalomkeresés, szerintem ilyen lelki állapotokhoz. De ez a gyerekkorhoz kapcsolódik, nem? Alapvetően a gyerekkorhoz, igen. Tehát most a gyerekkori vandalizmusról és... Van felnőttkori vandalizmus is ezek szerint. Hát nézd meg a futballhuligánokat. Jaj, nem! Most... Miről beszélünk tulajdonképpen? A pusztításról? A rombolásról? Andrés. Hát alapvetően csinálod. Engem az izgat ebben a témában, hogy ugyan nyilvánvaló, hogy foglalkoznak ezzel pszichológusok és pszichiáterek és mindenféle egyéb szakemberek, de mégsem értjük pontosan ezt, hogy az emberekben miért van erre igény. Te nem érted, mi persze mindért. Akkor mindjárt elmagyarázzátok nekem, hogy miért van erre egyrészt gyerekkorban igény, másrészt pedig miért nem de nőjük szeretnék ezt. Szeretnék először is elhatárolódni a filmettől, súlyos dolgokat mosol össze. Tehát, hogy teljél úgy. Konkrétan az, hogy kiütöd a közfalat egy lerobbant gyártelepen, vagy az, hogy elégetsz egy állatot, vagy az, hogy áramot vezetsz egy másik állatba, ezek között van egy iszonyatosan széles szakadék. Tehát azért ezt ne tegyük már egy platformra. Két különböző dologról van szó. Én állatokat nem pusztítottam. Bár ezt ugye te nyilván nem fogadod el, hogy a pusztítás szót használom állatokra. Most nem a szavakon csinálunk el, nem jó, tehát nem, tehát az állatkínzás és szadizmus az nem vonzott sohasem, de hát mindenféle tárgyak ellen természetesen komolyabb agresszióval fordultam időnként, főleg mondjuk általános iskola felső tagozatában ablakok, kályhák, fali újságok és még elég sok minden más. Mit csináltál gyerekkorodban? Hát kivéve mondjuk, hogy én szerettem világjárni. Most meséljek egy konkrét személyes élményt? Tessék. Jó. Nem, én gyerekkoromban például nagyon szerettem, nagyon élveztem azt, amikor Peti felszáll a buszra. Peti az ekkora petárda, mert volt Péter bácsi és volt Szent Péter, tehát különböző méretű Petik voltak. Az igazán kis Peti felszáll a buszra, és az az érdekes, hogy amint felszáll a buszra Peti, rögtön egy spontán tánc alakul ki. Peti táncol középen, és körülötte az emberek egy nagy kört alkotnak, és egy nagy körben táncolnak, mindenki önfeledten. Mindenki elfelejtkezik gondjáról, bajáról, fiatalok, öregek együtt egy vígtáncot lejtenek, és Peti tánc. Egyébként Peti kis csizmája is füstöl úgy táncol, és amikor Peti tánca, mert Peti táncának a végén mindig van a hatalmas extázis, amikor Peti elcsattan. Ez köztörvényes. Az emberek mindig megfigyeltem azt is, nagyon érdekes, idegesek lesznek és ingerültek, pedig előtte olyan jó önfeledten táncoltak, tehát láttam a szemükben, hogy gondjuk bajuk, tovaszáll. Most akkor rombolás. Mindegy. Ez egyébként pont a szadizmus témaköréből volt egy jó nem példa, rombolás, nem? Ez szadizmus. De. Szerintem ez... Szerintem és ez polgár pukkasztás. Attól, hogy kipukkad-e tényleg a polgár, mert ez volt, nagy különbség. Azért azt mondanám, Robi, például a nyugdíjas nénik vagy terhes anyák esetében ez már lehet, hogy inkább szadizmus sem, mint polgár. Ez egy vattánc, de nem kötelező csatlakozni ez a hatalmas tánchoz. Haláltánc az egész világ, az egész élet. Tehát ez hozzátartozik a teljesen egészséges és normális lélekfejlődéshez? A határnak a keresése, nem? Tehát mi az, amit... Tehát én emlékszem, amikor abban azt játszottam, hogy vizet öntöttem a platnira. És vártam, hogy mikor van az a határ, hogy rád szólnak, hogy most már ne csináljad. Vagy volt az, hogy pohárvizeket öntöttem le a tudvára. Tehát nézent, hogy mi az, ami... Uh-huh. Tehát valószínűleg az a világ megismerésének egy
kísérlet erre, a rombolás. És azt is próbáltad, hogy hány melléütést fogad még el a zongorista, amit beleírsz a kritikádba? Azt is megpróbáltam, nem jött be. András? Ebben az nagyon izgalmas, hogy én arra lennék kíváncsi, azok a felnőttek, akik nem tudták ezt kinőni, hogyha ezt egyáltalán ki kell nőni, hogy annak mi az oka, hogy azért van ez, mert ők valamilyen módon infantilisek, és tényleg valamilyen pszichológiai sérüléseik vannak, és amiatt nem tudták, vagy pedig ők azok, akik kevésbé hagyják magukat befolyásolni a társadalmi elvárások által. Mert én például a saját esetemben a kisfilm leforgatásán kívül ugye elég jól kibírom azt, hogy ne döntsek le falakat kalapácsokkal például. Sőt, még petárdázni sem szeretek. Én is utálom, de nem tudom, tényleg elmondják, hogy azért petárdázunk, mert ez egy ilyen régi hagyomány, hogy a zajjal elűzzük a gonosz szellemet. Miközben nyilvánvalóan nem létezik, hogy bárki ez erre gondol. Az a perverzió, amit te már nem vállalsz be. Amit más csinál, de te már nem vállalod be, az perverzió. De amit te is szívesen csinálsz otthon, arra nem mondod soha, hogy perverzió. De én szoktam. Nem. Én azt gondolom, hogy a rombolás az nem feltétlenül indulatból fakad. Tehát, hogy adnék ennek a dolognak egy új értelmezést. Persze, hogyha látod valamivel kapcsolatban, hogy javíthatatlan, tehát alapjaiban rossz, akkor azzal a dologgal kapcsolatban, amit tehetsz, a javítás első lépése az, ha lerombolod. És ez az anarchista ideológia. De Robi, egész és ez az emberben, de pont a kapcsolatot próbálom hozni ehhez, hogy valójában tudod, érzékeled a zsigereidben, a társadalommal kapcsolatban, az egész életmódod a kapcsolatban, hogy alapjaiban rossz. És ez aztán kiütközik benned egy úgynevezett pusztító ösztönben, amit aztán a gyerekkori frusztrációidra próbálod visszavezetni, holott valójában iszonyatosan elégedetlen vagy azzal a világgal, azzal az élettel, mindazzal, ami körülvesz téged, és pusztítani akarsz. Csak ez de itt amit felszínre. Te mondasz, az a komoly anarchizmus, amikor valakik ezt csinálják, de az nem azonos azzal, amit amikor petárdázzal a buszra. Egy érzelmi anarchizmusról beszélek. Hát amikor azt mondod, hogy pusztítani akarom. Fölveszel egy A betűs nyakláncot? Például. De komolyan. Vagy pamfrizurát, hogy izé nyírsz magadnak. Na jó, akkor terrorizmus. Akkor jó, nem az. De hát akkor, ha jól értem, András, akkor te azért csináltad ezt a filmet, hogy felhívd arra a figyelmet, hogy mondjuk az, hogy egy 12 éves különféle károkat csinál, csak a pusztítás örömiért, az nem azonosítható azzal, ha mondjuk egy 22 éves felszaggatja a futballstadionban az üléseket? De azt akarod, hogy segítsünk! De adjatok egy kalapácsot, légy szíves, segítsetek nekem! Nem, azzal a részében egyébként teljesen egyetértek, hogy valóban különösen a gyermekkorban nem jellemző az, hogy ez egy ilyen agresszív akció az valamilyen dűkitörésszerűen indul meg, hanem mondjuk az úgy indul el, hogy akár mondjuk a barátaiddal kitermeled, és teljesen nyugodtan megcsinálod, és végrehajtod, és a végén kifejezetten boldog vagy. Tehát semmilyen felfokozott idegállapot nincs, illetve izgalomban jössz közbe, persze. Van neki a szexuális töltete? Szerinted el tudom képzelni, hogy van. Közben volt erekciód, még verted a falat? Gyerekkoromban, különösen felső tagozatban szinte csodáltam azokat a kamaszokat, vagy kiskamaszokat, akik elmentek és pusztítottak, mert én jó fiúnak számítottam akkor már, semmi ilyesmit nem csináltam, agresszív készítéseimet elfojtottam, és lányokkal barátkoztam. És mi lett benne? Most így van, és most pedig azok, akik annak idején egy csomót pusztítottak, boldog családapák, vagy esetleg családanyák, miközben én megjárhatok a pszichológushoz. Ennek jegyében kérem meg Nikko fiunkat, hogy mutassa rá utolsó filmecskénkre. Ez a következőben. Eszembe jutott. A főváros közgyűlése a Budapestet mind jobban szorító anyagi gondok megoldására a következő javaslatot dolgozta ki. Beindítják a Legyen Ön is utcanév akciót, amelynek keretében a főváros áruba bocsátja az utcaneveket. Végül is mi értelme lenne ragaszkodni a régihez, a gyanús múltú tisztázatlan elődökhöz? Nem volt eddig is Budapest az átkeresztelt utcanevek városa? Legyen ennek vége. Azé az utca, aki fizet. Közök, kisebb mellékutcák esetében az ár 10 millió forint. Nagyobb terek, központi fekvésű sétálóutcák ára 50 millió forint. A kiemelt fontosságú csomópontok ára kerek 100 millió. A bolondnak is megér.
minek töprengeni azon, hogy bölcs volt-e a haza bölcse? Legyen a Deák tér Dr. Konecsny Elemért tér. Elég az átkeresztelésekből, az Andrássy út legyen véglegesen Hervat Lajos út. Le a művészekkel és a politikusokkal. Kodály körönt helyett Kovács köröndöt. Legyen ön az utca embere. Legyen ön is utcanév. Fáji utca. Ugye nincs ilyen. Tehát ja, nem tudom 50 millióért megvenni, hogy elnevezzék rólam az utcát. Annyira induljunk ki abból, hogy nagyon hülyék a nézőink? Tehát induljunk ki abból, hogy mi nézőink nagyon hülyék, és ezeket így meg kell magyarázni, tulajdonképpen ők nem a szuperkulcsa szerkesztői voltak. És a köztársaság téren sincsenek katakombák, nem menjél azt. De várjál, de az a kérdés, hogy akkor most ez hogy döntik, hol döntik el, hogy hívják az utcákat? Nem, az nem kérdés, arra van. Igen, igen, szabály, tehát akkor nem van. Akkor mi a felvetésünk? Hát nálunk egyébként az utca név elnevezés, ez kétségkívül meglehetősen szimbolikus. Tehát például ugye a rendszerváltás után, során egy csomó utcát átneveztek, az úgymond kommunista kötődésű embereket leszették az utcanevekről, meg az olyanokat is, mint például, hogy eseményeket szedték le az utcanevekről. Az utcatáblákról, bocs. Az utcatáblákról. Bizonyos emberekről megfeledkeztek, és karikás ügyes utca megmaradt, pedig hát karikás ügyes az írónak azért csak harmad. Negyed. Azt tudom, ki volt karikás Frigyes? Jó, de akkor ott van karikás Frigyes, én meg azt nem értem. Bábel, egy politikai tiszta, aki aztán megírta az élményeit. De Bábel egy kicsit jobbnak számít azért, mint karikás Frigyes. De várjál, de akkor ennél még egy fokkal tenyérbe mászó. Tornyot neveznek el. Dembinszky Henriknek az esete, akivel kapcsolatban az összes történész egyetért abban. Tehát ebben aztán nincsen vita, hogy ő a szabadságharcnak az egyik legrosszabb tábornoka volt. Tehát, hogy nagyban hozzájárult az ő Dembinszky. Dembinszky. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy elvesztettük a szabadságharcot. Jó, hogy nem ő miatta veszítettük el, de amit lehetett, azt ő lehetőt elkövetett azért, hogy elveszítsük a szabadságharcot. Persze az ügyetlensége, meg a képzetlensége miatt, és ráadásul még csak ki sem végezték Aradon. És mégis elneveztek róla egy utcát. Tehát itt van egy ember, aki jól eltolt nekünk egy egész honvéd hadosztályt, és utcát nevezünk el róla. Ez az én számomra tök érthetetlen. Ez a Kossuth, azt is láttam, hogy csomó. Vicces. Az egyik RGB lányunktól megtudjuk, hogy milyen rendezőalvak alapján nevezik át, vagy nevezték át eddig a magyar utcákat, de mielőtt megkérdezném ezt tőlük, bemutatom őket. Prakter Mari, piros színben. Váci Bogyisz, zöldben. És Fenyvesi Zsófi, kékben. Tessék. A közterületek átnevezése a magyarországi hivatalos földrajzi nevekről szóló rendelet szabályozása alapján történik. Arról, hogy az egyes utcák, terek milyen nevet viseljenek, a települések képviselőtestületei határoznak, döntésüket egy szakmai bizottság segíti. A közterület lakói településrészi önkormányzati képviselőkön keresztül javaslatot tesznek az utca nevére vonatkozóan, a javaslatok beérkeznek a hivatalba, majd azokat a bizottság elé terjesztik. Amennyiben elfogadják a képviselők az utca elnevezését, úgy felterjesztik a központi nyilvántartó hivatalba, és bekerül az országos címjegyzékbe, majd a helyi utcanévjegyzékbe. A földhivatal, valamint a szolgáltatók, köztük a posta, a mentőállomás, a rendőrség és a tűzoltóság értesítése után kikerül a közterületre a tábla. Budapesten az utcanevek átnevezésével a Fővárosi Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság foglalkozik, akik évente egyszer ülnek össze. Szóval a probléma többen között tényleg az, hogy milyen zavaros történelmi múltú vagy tudatú országban élünk, hogy időnként át kell nevezni, és azt mondja, hogy vissza az egész. És akik eddig jó fiúk voltak, azok mostantól nem jó fiúk. Tehát olyan bonyolult ez az egész. De ez nem magyar jelenség, meg ez nem kommunizmus függő. Hát megvolt, mondjuk az első világháborúig volt meg az a szakasz, amikor úgy nagyjából
a természetes neveket használták, és maximum azokat tették hivatalossá, és aztán utána még jó sok ilyen utcanévrendszerváltás. De hadd mondjak egy ellenpéldát. Tehát ahogy ott a környéken hívták, vagy mit tudom én, Alsó utca, és ilyesmiket. Nekem ebben az egész nevezékben az a szép, amikor nem történelmileg időrendileg, hanem párhuzamosan vannak ezek a nagy ellentétek. Tehát például Bornemissza és Pázmány, vagy Kossuth és Széchenyi. És a történelmi emlékezet ezeket ilyen szépen elsimítja és kibékíti egymással, pedig ezek az emberek életükben rossz esetben egy szót nem váltottak egymással, egész életükben anyázták egymást, ami és utána jelenti, meg két egymást követő utcát elneveznek róluk, és tök rendben van. Attila is megint, hogy békévé vagy az emlékezés, ez nem probléma. De ez a szép benne. Hogy nem. És persze vannak ilyen vicces dolgok, hogy a Sándor utca, ami aztán Főherceg Sándor utca lett, és aztán Bródi Sándor utca lett. Tehát, hogy hát a Sándor nagyon rafinált izében. Olyan utcákban laktam, az hihetetlen, Sárfű utca, Törpe utca, Padlizsán utca, Barlang utca. Én tényleg egy nagyon finoman kerültem. Élő emberről ne nevezzünk már el köztereket, közterületeket. Rólam már két utcát elneveztek, a Szép utcát és a Mester utcát. Moldova György poénja. Tőle is rossz volt. Ezek után még fűzte az, hogy nem is a te poénot, szégyeld magad annyira miatta. Zavarba vagyunk ugye a saját múltunkkal, és hogy állandóan nem tudjuk, hogy hova nyúljunk, és aztán visszamegyünk egy olyan hagyományhoz, amit tulajdonképpen nem szeretünk, csak már annyira régi, hogy mondjuk a Habsburg nőkről vannak elnevezve a körútak, hogy már azt inkább akkor hagyjuk, akkor meg az Andrássy sincs semmi okunk, hogy annyira szeressük, de hát ha megszoktuk a régi, tehát hogy mindig van egy ilyen egy bizonyos idő után a megszokás viszont kiváltja azt, hogy igazából szeretjük azt, akire van nevezve az utca, vagy nem. De ez csak a mindannyi fele. Csak az egyik fele, igen. Mert hogy ugye mi még felszabtérnek hívjuk a felszabtéret, mert nem olyan tudjuk másnak hívni. De hát azok, akik... De nem gondolnak arra, akik a Terész körúton laknak, hogy az miért Terész körút. Persze, mert azt mondják, hogy ez a neve is kép. Mert de az már a Terézia miatt Terész körút. Igen, tehát ezek a Habsburg uralkodottság. Egész nagy körútat Habsburg uralkodókról, sőt a kerületeket. De azt mondom, hogy ez nem, de ez egyáltalán zavar már az időre. Akkor Boráros térnek a Boráros teret. Tessék. Én is azt hittem például, amikor a Martinelyt visszaszervita terezték, hogy hát Martinelli nyilván valami olasz kommunista volt, a Gramsci-nak a haverja, de nem Martinelli volt, aki a városházát tervezte, tehát semmi okuk nem volt. Az utcanév az mégis őriz valami közös történelmet, nem? Tehát az, hogy Kossuth Lajos nagy ember, mindannyiunk tudatában is megkérdőjelezhetetlenül, vagy nem nagyon szívesen, annak az egyik oka, hogy az már annyi utcanév van, tehát annyira azt mondjuk, hogy ő egy jó ember, mert hiszen annyira része, pozitív hőse a magyar történelmnek, hogy nem lett ebben mit kell. De tudod, hogy csak ebbe a két emberbe volt egyetért, és Kossuth és Petőfi, aztán onnantól vége? Nincs igen, még olyan. Igen, de ha belegondolsz, hát Petőfi, ez egy igen kellemetlen fráter. Nem, hogy az 50-es években Széchenyi, az gáz volt. Na, hogy úgy, de azért volt olyan tényleg. Azért mondom, aki végigvonult és így vállalható 48 után, az... Rákóczi, kedves nézőink, az utcanevek témáját kedves anekdotizálással fejezzük be, úgy látszik. Kedvesen. Most pedig megkérdezem az éppen fényképező Parakovács Imrét, hogy milyen programot ajánl, mit fog csinálni a hétvégén, vagyis a jövő hét elején. Én olvasni fogok a Líri Timótnak a Belső utazása könyvét. Líri Timót ugye az LSD filozófusa volt. Líri Timót? Líri Timótnak hívták, magyar volt ő is, mint Mai Károly, és hát Verne Gyula is. Líri Timót is magyar volt. Értjük. Én nem menekülök a könyvekbe a valóság elől, hogyha én múzeumban megyek. Az Iparművészeti Múzeumban fogok megnézni egy skandináv design kiállítást. Miklós? Március 14-én újra megnyílik a Művészetek Palotája, mert hát már megnyílt jó régen, és már vagy 30 koncert volt, de most ünnepélyesen átadják a koncerttermet, és a Nemzeti Filharmonikusok fognak valamit ott. Aha. Robi? Szűcs Miklós festőművésznek nyílik egy kiállítása a Millenáris Kerengőjében. Nyílt mondjuk az adás előtt fél órával. Csak egy kicsit lemaradtam róla, úgyhogy holnap délután meg és megnézem. Robi? Ha valaki figyelt a filmemet, annak a zenéjét a Chemical Brothers új lemezéről kölcsönöztem, úgyhogy én otthon fogom hallgatni, és mindenkinek azt javaslom, hogy ha nincs meg, akkor töltse le vagy vásárolja meg, mert egészen kiváló az eddigi legjobb munkájuk. Kedves nézőink, a mai gang véget ért. Köszönöm az itt jelenlévő közönségnek a figyelmet, az RGB lányoknak az információkat, a Nipko fiúnak a tárcsatekerést. Mi itt a képernyőn két hét múlva este találkozunk, addig is látogassák meg honlapunkat www.gangtv.hu, illetve küldjenek nekünk e-mailt a gang@index.hu címre.
Jöjjenek el következő nyilvános felvételünkre a Merlin Színházba március 14-én este 7 órára, ahol szokás szerint a műsor felvétele után egy jó nagy buli csapunk. A viszontlátásra, viszont hallásra.